Manapság már alig találni olyan művelt embert, aki teljesen érzéketlen maradna a matematika esztétikai vonzereje iránt. Nagyon nehéz volna pontosan meghatározni a matematikai szépség miben létét, de ez ugyanígy áll bármifajta szépségre. Nem feltétlenül tudjuk, mitől találunk szépnek egy verset, de ez nem gátol bennünket abban, hogy ráismerjünk, ha ilyet olvasunk. Így fogalmazott a február 7-én született angol matematikus Godfrey Harold Hardy az Egy matematikus védőbeszéde című könyvében. Hardy értelmiségi családból származott, szülei tehetséges, a matematikát kedvelő emberek voltak. A viktoriánus Anglia utolsó időszakában nevelkedett, a Cambridge-i Trinity College-ban végzett, és ott kezdett el dolgozni 1900-ban. Egy rövid ideig Oxfordban és a Princetonon is tanított. Főleg analízissel és számelmélettel foglalkozott. Fontos eredményeket ért el a Riemann-hipotézis vizsgálata során. Minden munkájában az igényességre, a matematikai szépség megjelenítésére törekedett. Írásaiban, bizonyításaiban látszik kitűnő forma és stílusérzéke. Hardy figyelt a tehetségekre is, ő volt Ramanujan mentora. Kollégáival való kapcsolata is legendás, John Edensor Littlewood állandó munka és szerzőtársa volt. A 20. századi matematika fejlődésében jelentős szerepe volt kettejük együttműködésének. Hardy sokat tett azért, hogy az angol matematika kitörjön abból az évszázados elszigeteltségből, amely még a Newton és Leibniz közötti prioritási vitából fakadt. Hardyt eleganciája, intelligenciája, kifinomult modora, ízlése, tekintélye, empátiája, matematika népszerűsítő tevékenysége, azaz gyakorlatilag az egész személyisége, lénye, gondolkodásmódja miatt gyakran emlegetik a matematika esztétájaként.